Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Megtartotta a szezonzáró rendezvényét a Vármegyei Kosárlabda Szövetség. Közepes ősz után gyenge tavasz produkált a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 81 ügytes részvételével rendezték meg a nyíregyházi streetball tornát. Kettős győzelemmel jutott fel az NB3-ba Máté Szalkai futballcsapat. A nyíregyházi sportcentrum két lány röplabda csapata is éremmel zárta a bajnokságot. Megtartotta a szezonzáró rendezvényét a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Kosárlabda Szövetség. A nyíregyházi Incédi iskola díszermében az előző idény legjobb játékosait, játékvezetőit és edzőit díjazták. Ha egy mondattal kéne ezt megfogalmaznom, akkor egy fejlődő pályát, egy fejlődő évet mutatott ez. Ez látszik a vármegyei aktivitáson, hiszen újraindult és folytattuk a vármegyei utánpótlás bajnokságot. U10, U11, U12-es kategóriában több mint 300 diákot, gyereket tudtunk megmozgatni. A Contitech Kft. Névadó szponzorként beszállt. A felnőtt vármegyei bajnokságot újraindítottuk négy csapattal, és tényleg az aktivitás, az a munka, az az összedolgozás, akár bizottsági, elnökségi vagy sportszakemberi szinten, ami kell, az azt gondolom, hogy elindult, emellett viszont vannak komoly terveink a jövőre nézve. Ezekről esetleg valamit bővebben, ugye azért ez a sportág nagyon régült, a Nyíregyháza központú, voltak települések, ahol egy-egy időszakon keresztül jelen volt a kosár, de mit lehet tenni azért, hogy akár a megye távolabbi nagyobb településein is meghonosodjon a sportág? Annak örülök, hogy már a vármegyei utánpótlás bajnokságokban nem csak nyíregyházi egyesületek vettek részt, illetve vannak olyan sportszervezetek, akik megyén kívül, pontosabban megyén belül, de más városokban is folytatnak munkát. Ezt tovább kell folytatni és erősíteni ezt a részt is. De amit még szeretnénk elérni, több csapatot a megyei utánpótlás bajnokságban, duplájára emelni a számát a megyei felnőtt bajnokságnak, és eddig, amilyen financiális támogatást megadott a Vármegyei Szövetség az adott tornák megrendezéséhez, ezt mindenképpen kell, hogy tartsuk, még tovább vinni, és erejéhez mérten így kell, hogy a Vármegyei Szövetség működjön. A szövetség 10 kategóriában díjazta az elmúlt idény legjobb játékosait. Mellette egy úgymond életműdíjat is átadtak. A sportágat edzőként, vezetőként több évtizeden át szolgáló Máté János kapta az elismerést. Gyakorlatilag mind olyan dolog ugrik be, ami az edzésekkel, a szakmai eredményekkel történtek. Ez nem volt véletlen, amikor azt mondtam, hogy 8 edzés is tartottunk. Voltak olyan időszakok, amikor készültünk nemzetközi tornára, vagy az MB2-re, és mindenki vállalta ezeket a munkákat, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nem csak én nekem kell szeretni a szakmát, amit csinálok, hanem annak a társaságnak, annak az edző csapatnak, aki ezt vállalt, ezt a csodálatos sportágat, és vállalja aznak a, hogy is mondjam, annak a kihívását, ami abban az időben sokszor nem busszal tudtunk menni, vonattal mentünk. És ez azért gondold végig, hogy mikor volt egy átállás időszámítás, már akkor bevezették, és az egyik legjobb játékosom elaludt. És mire odaértünk, Kiskunfélegyházán játszottunk, már ott volt kocsival. Tehát ezt ha belegondolsz, ilyen csapattal dolgoztam, hogy ezt vállalták, ez csodálatos volt. Az elmúlt évtizedekben változtak a fiatalok, a gyerekek, változott maga a kosárlabda is, mégis mi az, ami lehetne mondani szülőnek, hogy miért vigye most kosárlabda az a gyerekét? Én úgy látom, hogy most nagyon-nagyon meg van szervezve az utánpótlás. Ezek az U12, 10-es, stb. Nagyon szépen meg vannak szervezve. Én nem látom az edzéseket, nem tudom, de nem véletlen, hogy ilyen eredményeket érnek el. Tehát ott komoly szakmai munka zajlik. És én azt gondolom, hogy a sport mindenre megtanít bennünket. Hemingway talán úgy mondta, hogy a sport megtanít arra, hogy küzdjünk. Nem tudom már pontosan az időzetet, de mindenre megtanít a sport. Tehát a gyerek az mindenképpen azt szeretné, ha visszagondolunk, hogy mikor leáll focizni az iskolába, vagy bármit csinál sportolni, ő be akarja bizonyítani, hogy jobb, mint a másik. Tehát és ezt nem szabad kiölni. Na most a mai világban ezt érezte meg szerintem a sportot irányítók, hogy a gyerek az igenis szeret sportolni, szeret megmutatni, hogy ő milyen tudással rendelkezik. Az egy más dolog, hogy a mérkőzés után most vesztesen hagyja a pályát, vagy győztesen hagyja a pályát. Akadémiai kategóriában lettél az évedzője a Vármegyében, milyen eredményeknek köszönhetően?
U14-es korosztályban a felsőházba jutott a csapatunk. Sajnos az utolsó két fordulóban sérülések és betegségek miatt tartalékosan álltunk ki. Így a 19. helyezést szereztük meg. Reális esélyünk lett volna arra, hogy a legjobb 16-ba jussunk és a B-döntőn vegyünk részt. Hozzáteszem, hogy ez a 19. hely és erdülő korosztályban így is az egyesületi rekord. Az U16-os korosztályban pedig régiós döntőbe jutottunk. U16-ban más a bajnokságnak a lebonyolítása. Szeptemberben, amikor játszottuk a Selejt, ezért az egyik meghatározó játékosunk, kettő nappal a mérkőzések előtt Hibján Ádám bokasérülés szenvedett, félig sérülten tudta vállalni a játékot, és nem jutottunk a főtáblára, viszont úgy gondolom, hogy itt a régiós bajnokság megnyerésével kihoztuk a maximumot, amely azt jelenti, hogy a régiós döntőig jutottunk. Utánpótlás nevelőklub, a Nyíregyházi kosárlabda klub 16 éves korukig foglalkoztak a játékosokkal. Ugye az is egy mérce, hogy hová kerülnek utána a játékosok, ezen a téren mi a helyzet? Most jelen pillanatban 5 játékosunk lesz, aki a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as korosztályához fog majd kerülni. Ők majd ott fogják majd folytatni, illetve javítom magam, mert most már az idei évtől, illetve a következő szezontól az U19-es bajnokság majd lesz, és ott fognak majd ezek a gyerekek majd játszani. Közepes ősz után gyenge tavasz. Így lehetne jellemezni az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat 2023-24-es idényét. A három edző által is irányított együttes végül a 8. helyen zárt az északkeleti csoportban. Egy nagyon hektikus szezonon vagyunk túl, és ezt én ugye nem most kezdtem ezt Nyírbátorban, úgy, mint játékos, mint sportvezető. Ilyenben még nem is volt részem. Kezdődött úgy, hogy ugye megkezdődött a bajnokság, ami egy újonnan átszervezett bajnokságnak indult, 16 csapattal. A felkészülést elvégeztük augusztusban, a keret adott volt, gyakorlatilag az előző évi bronzérmet szerzett csapat kerete, és neki kezdtünk szeptember közepén a bajnokságnak, sajnos a harmadik mérkőzés után Falcsik Miklós edzőnk megbetegedett, úgy, hogy tartósan ki is esett a munkából. Erre rájött még az, hogy egyik védőspecialistánk, illetve támadásban is eredményes Gubó Alex bejelentette, hogy elmegy a bajnok esélyes DVTK csapatába. Ezek hirtelen jött rossz hírek, de hát a bajnokság az ment tovább. Hirtelen gondoskodni kellett arról, hogy egyelőre egy edző vegye át a csapatnak az irányítását és a további munka elvégzését vegye a kezébe. Itt is szeretném újra megköszönni Weibli Zoltánnak, aki volt nyírbátori játékos, illetve az Arany Sárkány utánpótlás bázisnak a vezetője, hogy szinte az első szóra csatasorba állt, és Zoli gyakorlatilag már az első pillanatban kifejtette, hogy segít, de nem szeretne tartósan NB2-es csapatot irányítani, hiszen rengeteg a teendője az utánpótlás, illetve hát a munkájával kapcsolatosan. Végig is vitte becsülettel a fél szezon, gyakorlatilag december 31-ig, hiszen ő eddig vállalta. Akkor mi egy kis szuszanási időhöz jutottunk, mert új edzők után kellett nézzek, amit hála Istennek meg is találtam, a Tréki Tamás személyében, aki viszont annyira nem ismerte a csapatot, mert előtte 3 évig az NB1-B Sajkának volt a vezetőedzője, de hamar egymásra hangolódtunk, Tamás, illetve a csapat. Egy nagyon jó szakembert sikerült újra Nyírbátorba hozni, és ez reményt adhatott a további folytatásra. Következtek is a tavaszi mérkőzések, csak közben olyan események is zajlottak, amellett, hogy rengeteg betegség, sérülés, stb. Sújtotta a csapatot, és az elmúlt szezonban elég szűk volt a keretünk, de ez lehetőséget adott arra, hogy fiatalokat próbáljunk ki, illetve hát körvonalazódott az egyre inkább, hogy Nyíregyházán föl fog jutni egy csapat az NB2-be, és onnan már gyakorlatilag érkeztek a játékosaink felé a szirén hangok, ami végül is napvilágot is látott, és arról tudok beszámolni, hogy 5 játékosunk,
a következő szezont már nem Nyírbátorban kezdi, hanem a nyíregyházi csapatban, illetve Kisvárdára igazolt egy játékosunk. Elköszöntünk tőlük, további sok sikert kívántunk nekik, ők viszont nekünk. Ellenben ez elég érzékenyen érintett bennünket, mert gyakorlatilag a kezdőcsapatnak a játékosaiból vannak itt, sőt van itt olyan játékos, aki 7 éve itt van már a klubnál. Ezzel kapcsolatosan ugye a bajnokság tavaszi szezonja nem túl rózsásan sikerült, ilyen még a Nyírbátor kézilabdás történelmében nem nagyon volt, de túléltük, hiszen felsőházban voltunk, nem fenyegetett bennünket a kiesés réme, hanem végül is maximum az, hogy 8. helyen végez a csapat, ami be is következett, amit viszont a 16 csapatos MB2-es mezőnyben egy középmezőnyt jelent. Jelen körülmények között elmúlt bajnoki szezonban nem azt mondom, hogy elégedett vagyok vele, de ez jött ki belőle. Ez volt az elmúlt szezon, előre nézünk. Az elmenő játékosok helyett gondoskodnunk kellett arról, hogy érkezők is legyenek, amit örömmel tudok beszámolni, hogy sikerült is pótolni az elmenő játékosokat. Nagy Menyhért Balázs Máté, Pál Tamás, Bod Bence, illetve Molnár Kristóf személyében ezek a játékosok a Deacból, Tiszavasváriból, Hajdunánásból sikerült velük megállapodni, illetve annak nagyon örülök, hogy ugye, hogy kezdődik egy csapat, védj egy jó kapust, hogy első lépcsőben sikerült úgymond rávenni Felföldi Robit arra, hogy a következő szezonban még folytassa a igen sikeres remek pályafutását. És leültünk, megbeszéltük Robival is, hogy kapusposzton ugye elment a Gardnai Attila is, kapusposzton mi legyen a teendő, végül úgy döntöttünk, hogy a Robi mellett két saját nevelésű fiatal játékosunknak, a Nagy Attilának, illetve a Bujáki Csabának adunk lehetőséget. Emellett, tehát a kapuban, így több lehetőséget fognak kapni a felnőtt mérkőzéseken való szereplése is, illetve, hogy tovább fiatalítsuk a dolgokat, a szintén saját nevelésű Kolozsvári Kristóf, aki a IFI-ből fölkerül, a ifjabb Ejbli Zoltán, aki már szárnyait bontogatta, illetve a Beregi Márk, aki szintén már tanúbizonyságot tett arról, hogy ott a helye most már a következő szezonban a felnőttek között. Az előbb felsorolt érkező, illetve ifiből fölkerülő játékosok mellett maradtak azok a játékosok, akik nyírbátori illetőségűek, úgyhogy örömmel tudok beszámolni arról is, hogy most már tényleg a csapatnak több mint kétharmada valamivel helyi kötődésű játékos, nyírbátori nevelés, és ez remélem, hogy meg fog mutatkozni abban is, hogy a közönség, barátok, ismerősök, szülők, stb. Még szívesebben fog kiállni a hazai mérkőzéseinkre. Itt szeretném még megköszönni a Nyírbátorváros önkormányzatának azt, hogy az elmúlt szezonokban teljes mellszélességgel a csapat mögött volt, illetve polgármester úrral beszélgetve erre ígéretet tett, hogy a következő szezonban is ez a stabilitás, ez a mai viszonyok között úgy gondolom, hogy nagyon ritka dolog, ami jellemzi a mi klubunkat, illetve KFT-nket, illetve, és ez a jövőt illetően ugye mindenkit biztonsággal tölthet el. Itt szeretném még megemlíteni azt, hogy utánpótlás vonalon is remek munkát végeznek az utánpótlás edzőink, ennek tanú bizonysága, most csak az úgymond utánpótlásból a két magasabb szinten jegyzett csapatunk, a Serdülő, tehát az U18, illetve az U20,
és eredményesen szerepelt. Az U18-as csapatunk, a régi Serdülő néven nevezett csapatunk, a négy megyéből összeálló 12 csapatos bajnokságban aranyérmes lett, megtörtént az éremátadás, amit nagy örömmel vettünk, és ez Varga Rihárdnak, a játékos edzőnknek a munkáját is dicséri, illetve az ifi csapatunk, az U20-as, amit Kun Ákos vezényel, hajszállal maradt le a dobogóról, negyedik helyen végzett a bajnokságban, de a lenti tebbi korcsoportokban is a Lengyel Brigitta, a Halász Csaba, a Csapos Jancsi, a Tamás Menyhért Levente, illetve a Gadnai Attila kiváló munkát végzett az utánpótlás nevelés szintjén, úgyhogy erre fogunk törekedni a következő szezonban is, hogy úgy utánpótlás vonalon, mint felnőtt vonalon egy kicsit térjünk magunkhoz, már mint a felnőtt vonalra gondolok, és ismételten remek, jó mérkőzéseket játszunk, és próbáljuk meg így meghálálni az önkormányzatnak, illetve a kilátogató közönségnek a bizalmat. 80 csapat részvételével rendezték meg a Nyíregyházi Kossuth téren az országos streetball sorozat harmadik tornáját. A győztes együttesek bejutottak a szeptemberi budapesti döntőbe. Nagyon elégedettek vagyunk, tehát részint az időjárás nagyon jól megszerveztétek. Ez mindenféleképpen egy fontos szempont, de most már 17-szer vagyunk itt, ha jól számolom, kisebb, nagyobb kihagyásokkal. Az elmúlt 30 évben mióta, 32 mióta működik a streetball, és egyre népszerűbb Nyíregyházan ez a játék. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt több mint 70 csapat van. Talán ez az egyetlen sportág, amit egyedül is lehet játszani, látszik a népszerűségén? Abszolút. Tulajdonképpen nekem a szívfájdalmam az olimpiai selejtező, ami a 3-3-ban volt, hogy ott nem jutottak ki a lányok, mert lett volna egy visszaigazolás, ami egyébként így is nagyjából megvan, hogy ez az utcáról el lehet jutni az olimpiára. Most a gördeszkások próbálkoznak, a falmászók, egyebek, de egyre népszerűbb ez a játék, egy kicsit élesebb körülmények között két játékvezetők, de itt kell megtanulni. Tehát itt ezek a kisgyerekek, akik itt a hátam mögött dolgoznak, ezeknek már van sikerélményük, és én abba bízom, hogy ezek közül majd valaki ezt szeretné profibb szinten is csinálni. Ugye a 3x3-as válogatott egy hajszállal maradt le, a női válogatott egy hajszállal maradt le, viszont lesz egy játékvezető, Kaskötő Brigitta, aki nyíregyházi játékvezetők itt az olimpián. Mennyit jelentene a sportágnak az, hogyha ha nem is a mostani, hanem a következő olimpiára kijut a valamelyik csapat bármilyen szakákban? Én erről most beszélgettem az utánpótlás menedzserrel a szövetségbe, a Nagy Zolival volt kosárlabdázó valaki, hál' Istennek ezt fölismerte, és abszolút azon dolgozik ő is, hogy ezt a hátralévő négy év, ami a következő olimpiáig van, ezt használjuk ki, mert már másodszor maradtunk le egy ponttal az olimpiáról, tehát ott az valószínűleg azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálunk, és valamit meg nem csinálunk meg. Na most ez már a menedzselésbe, ez már a odafigyelésbe, és még a kiválasztásba is lehetne javítani. Én bízom benne, hogy elkövetkezik ez még a mi időnkbe. Azt hiszem, ez a harmadik állomás ebben az idei sorozatban. Hol lesznek még a következő állomások, és hol lesz a csúcsrendezvény? Ugye gyakorlatilag itt nem csak a dicsőségé játszanak a csapatok, hanem azért, ha fellépesenek majd a Hősök terén is. Igen, ez a dicsőség azért elég komoly dicsőség. Én azt gondolom, hogy itt egy ilyen 10-15 éves fiú-lány, ha a Hősök terén kosárlabdáztat a szobrok között, az önmagában egy örök életre szóló élmény, és ez a kosárlabdás napja, tehát ott még egyéb más programok is vannak. Vélhetően megint lesz NBA játékos, aki Diák Olimpiával kapcsolatban vendégünk lesz, úgyhogy nagyon megéri oda hajtani. Ha valakit nem nyer, akkor javaslom, hogy még válasszon magának helyszínt. Most még megyünk Oroszlányba, Zánkára, Veszprémbe, Körmendre. 8 helyszínünk van sajnos, ezt mi technikailag csak ennyit tudunk elviselni, mert ugye gyakorlatilag az installációt szállítani kell, építeni, de ez a 8 helyszín, ez több száz gyereknek a
mozgását biztosítja, és hát ez egy nagy öröm. A rólapon a háttérben ott vannak az eredményeid, ugye FIBA 3x3-as kétszeres világbajnoki ezüstérme és az idei magyar kupai összecsapat tagja, és valahonnan innen indultál te is, mit köszönhetsz az utcai kosárlabdának? Igen, valóban sok-sok évvel ezelőtt mi is itt kezdtük egészen pici korunkban ezen az eseményen, és hát én nagyon örülök neki, hogy ez minden évben itt megrendezésre kerül Nyíregyházan, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most idén sikerült sok év után megjelennem és részt vennem az eseményen. Hát sok szép emlék fűz ide, az biztos. Azt mondják, hogy az 5-5 elleni játék meg a 3-3 elleni, az két különböző sportág, tényleg így van? Igen, valóban. Attól függetlenül, hogy és igazából azt a számít, hogy az kosárlabda ugyanúgy, teljesen más a sportág, teljesen más a ritmusa a kettőnek, sokkal nyilván a szabályok is másabbak, illetve sokkal több dologra kell figyelni a 3-3-ban, úgyhogy egy kicsit elfogult vagyok, de azt hiszem, hogy élvezhetőbb sportág, mint az 5-5. Ugye a női válogatott egy hajszálla maradt le az olimpiáról, a 3x3-as válogatott is szintén. Mekkora fájdalom? Hát ezt nem is nagyon lehet szavakba belefonni. Sok idő kell ahhoz, hogy ezt feldolgozzuk. Nyilván megtanulunk vele együtt élni, de én úgy gondolom, hogy ez egy olyan idézőjel trauma, amiből nem nagyon lehet így kilábalni, csak megtanulunk vele együtt élni tényleg. Hát megyünk tovább, és hát nagyon remélem, hogy a következő 4 éves ciklusban majd a következő generációnak sikerül kvalifikálni. A te példád azt mutatja, hogy újfejétől is el lehet jutni egy magyar kupa győztes csapatig, egy világbajnoki ezüstéremig. Mire motiválnád azokat a gyerekeket, a kesetek most sportágat választanának? Abszolút nem helyszíntől és várostól függ, illetve hovatartozástól, hogy ki milyen szintre tud eljutni. Ez csak attól függ, hogy mennyi energiát és mennyi munkát tesz bele az ember. Én csak azt tudom mondani a jövő nemzedékének, hogy ha tényleg komolyan gondolják ezt a sportágat és szeretnének a legmagasabb szintre eljutni, akkor tegyenek bele nagyon sok munkát és nagyon sok kitartást, és a legfőképpen élvezzék azt, amit csinálnak. Gondolom, hogy a szabadságodat töltött, hogy néz ki a sajnos olimpia nélküli nyár? Igen, most én ugye visszavonultam a 3x3 kosárlabdától, és jelenleg egyéni edzés munkát folytatok itthon, aztán majd július 15-én a felnőtt válogatottal folytatjuk majd a felkészülést, augusztusban pedig világbajnoki előselejtezőnk lesz. Kettő győzelemmel jutott fel az NB3-ba a Máté Szalkai futballcsapat. Az MMTK a hazai 3-1-es győzelem után idegenben 2-1-re vert a Dunaharasztit. Én azt gondolom, hogy az első mérkőzés után jól mentünk bele a meccsbe, ott azért kellett a harmadik gól, tehát ez megnyitotta a csapatot a visszavágó előtt, aztán ugye elutaztunk Dunaharasztiba, és ott rögtön az 5. percbe gólt kaptunk, de mondtam a srácoknak, hogy ez benne van a fociba is, ne pánikoljanak, nyugodtan futballozzanak tovább. Ez így is történt, és hál' Istennek sikerült korán gólt szereznünk, kiegyenlítettük a játékot, és onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy stabilan tudtuk kézben tartani a mérkőzést. Végig a második fél időben aztán a kollégám belecserélt, és ott már éreztem, hogy meg lesz a mérkőzés. A fiúk nagyon jól láttak hozzá, és azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten jutottunk föl. Az NB3 azért más szín, mint a Vármegyei első osztály, játékos állomány körülményeket hátteret tekintve abszolút érett az MMTK az NB3-ra. Tavaly is a cigándi csapat, amikor nyertünk, ott is a vezetőkkel beszéltünk arról, hogy nyilván változtatni kell a csapat összetételén, tehát azért az NB3 nyilván teljesen más világ, a félprofi bajnokság, oda azért kellenek erősítések. Itt is azt gondolom, hogy szükség van a szalkai csapatnak, hogy személyi változásokat eszközöljön. Nyilván ez megvannak az anyagi feltételek, ezt majd a vezetőség majd gondolom rendezi, és én azt gondolom, hogy lehet arról beszélni, hogy a vezetőségünk, amit megteremtett eddig is feltételeket, azokat minden tekintetben biztosította. Ez az elkövetkezendő időszakban is így lesz. Polgármester úr biztosította az egyesületet, a szakosztályt, hogy ez működőképes lehet, ezután is szeretném neki megköszönni, akár az előző, most ugye ezt a rövid időszakot, meg hát az elkövetkezendő időszakot is, hogy támogatja a csapatot. Ezeket a személyi feltételeket nyilván, hogyha ezt tudja a vezetés rendbe tenni, akkor azt gondolom, hogy sikeres év elé néz a szalkai futball. A szurkolók részére mekkora igény volt és van az NB3-ra?
Ez nem egy régi igény volt, és amikor én átvettem ugye a csapat irányítását, ez ezelőtt 2 hónappal, akkor ez egy fontos kritérium volt. Első körben az, hogy kerüljünk dobogóra, aztán ugye nyilván, hogy jöttek az eredmények, ugye közel kerültünk a bajnoki címhez, ez sajnos nem sikerült, viszont második helyen tudtunk osztályozót játszani. A szurkolók igen, már régen várták Szalkán, hát 16 éve volt utoljára NB3-as csapatuk. Én azt gondolom, hogy ezzel a teljesítménnyel rászolgáltak erre, és meg is érdemli ez a közeg, meg ez a nagy város, Szalka, hogy újra NB3-ban szerepeljenek. A Sénye és a Kisvárda kettő mellett a Szalka lesz a harmadik NB3-as csapat a vármegyéből. A Kisvárda ugye kiesett NB2-ben szerepel, viszont a Szpari feljutott, úgyhogy lesz NB1-es csapat továbbra is a vármegyének. Úgy néz ki, hogy ez egy jól kinéző piramis. Én úgy gondolom, hogy igen. Ez fontos a megyei futballnak, hogy minél magasabb szinten tudjanak futballozni az itt lévő fiatalok. Erre most ugye több lehetőség is van, és itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak a Nyíregyházának, a Révész Bálint, a tulajdonos úrnak, hogy megteremtette ezeket a feltételeket, valamint a Tímár Krisztiánnak és stábjának, mert óriási munkát végeztek. Te dolgoztál már több felé a futballban, van-e már publikus a jövődet illetően? Egyelőre publikus nincs, nyilván vannak megkeresések. Ugye dolgoztam Diózsérbe, Szombathelyi Haladásnál, Cigándon, meg most Szalkán. Van megkeresésem, egyelőre nem publikus, de azt gondolom, hogy tehát magasabb szintről keresnek, megvannak az első lépések. Ha ez összejön, akkor azt gondolom, hogy tudok megint egy szintet lépni. A Nyíregyházi Sportcentrum két lány röplabda csapata is éremmel zárta a bajnokságot, mint az U17-es, mint az U20-as együttes a harmadik helyen végzett Erdősné Balog Erika irányításával. Egy nagyon sikeres évet tudhatunk magunk mögött. A 2023-24-ben mind az U20 és mind az U17-es csapataink érmet szereztek, méghozzá bronzérmet. És meg kell említeni az U15-ös csapatunk is, akik hajszállal maradtak le a dobogóra, ők negyedik helyen végeztek. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó vége lett így a bajnokságnak. Nagyon hosszú szezon után vagyunk, nagyon sok nehézséggel küzdöttünk évközben. Az U20-as csapatunk ugye megnyerte a középszakaszt, és végül a döntőbe sajnos az MTK csapat ellen nem sikerült, és így csak a harmadik helyért játszhattunk. Az U17-es csapatunk éppen az utolsó fordulóba egy nagy csatába 3-2-re győzött a Szent Benedek ellen, és így tudtunk bejutni az országos döntőbe, és ott pedig már egy nagyon nagy teljesítmény volt, hogy az első nap mindkét meccset megnyertük, elődöntőbe kerültünk, és ott se sikerült a döntőbe jutás, de viszont a bronzmérkőzés az itt is 3-0-ás eredményt hozott, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra, nagyon büszke vagyok a kollégákra, azokra, akik nevelik ezeket a játékosokat, és bízom benne, hogy a következő években is ugyanilyen sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!